A vajdasági magyar fiatalok körében az ösztöndíj bevezetése óta növekedett azoknak a száma, akik jogi tanulmányokba kezdtek. Sőt, már nem csak a középiskolát frissen végzetteket érdekli a jogi pálya, a tanulmányaikat most kezdett és ösztöndíjat nyert pályázók között olyan is akadt, aki 44 évesen döntött úgy, hogy vált és jogi egyetemre iratkozik. Munkanélküli magyar ajkú jogász nincs vajdaságban, hangzott el az eseményen. Azért választottam ezt a pályát, mert esélyt szeretnék adni azoknak, akik úgy gondolják, hogy nekik már nem lehet. És akik, ha engem keresnének fel, én ebbe tudnék nekik segíteni, hogy esélyt adnék nekik. És az miben nyilvánulna meg, hogy a későbbiekben például ügyvéd lennél? Igen, vagy arra gondoltam, vagy azt szeretnék lenni, vagy ügyész. Még ez a kettő között vacilálok, még nem döntöttem pontosan át, de igen, ügyvédség vagy ügyészség. A pályázati dokumentációk Szabadka, Topolya, Zenta, Óbecse, Kishegyes, Magyar Kanizsa és Apatin községből érkeztek az MNT hivatalába. Öt éves voltam, amikor apám leütetett. Vagy hát pontosan én ültettem a apámat, és mondtam neki, hogy apa, mi az a szakma, amiben keveset kell dolgozni, relatív keveset, és jól keres. És apám azt mondta, hogy vagy jogász legyek, ügyvéd, vagy pedig politikus. Ez a két opció közül kellett választanom. És mivel jó, ilyen alapból vonz a jog, mint tárgy, ezért az mellett döntöttem. A jogon belül esetleg, amikor befejezed az egyetemet, mire szeretnél mondjuk specializálódni, hogy a későbbiekben ügyvéd legyél, ügyész legyél, vagy simán jogász? Mindenféleképpen ügyvéd. Olyan fiatalok is pályáztak a jogász ösztöndíjra és nyertek, akik már munkába álltak és munka mellett folytatják majd tanulmányaikat. Mivel én rendőrként dolgozom itt Szabadkán, ezért ez az ágát legközelebb a foglalkozásomhoz, és ezért választottam a jogi egyetemet. Tehát már rendőrként dolgozol, és akkor mi lenne a következő lépés, tehát a jogi egyetem után? Hát szeretnék jogászként dolgozni, a rendőrséget pedig ott hagyni, és így ez. Magyar nyelvű jogászként hogyan képzeled el majd az érvényesülésedet? Hát remélem, hogy Szabadkán érvényesülni tudok, ugyanis Szabadkán elég sok magyar van, és tudom, hogy elég kevés magyar anyanyelvi jogász van Szabadkán, így remélem, hogy sikerrel járok. A jogász ösztöndíj, amit a Magyar Nemzeti Tanács biztosít számotokra, az milyen motivációt ad esetleg? Rengeteg motivációt, hogy befejezzem minél hamarabb időn belül az iskolát, és hogy ne hanyagoljam el, hogy minden vizsgát rögtön letegyek, és hogy minden sikeres legyen. Az eseményen elhangzott, hogy dr. Pásztor Bálintnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének köszönhetően a 2021-ben Magyarország igazságügyi minisztériumával folytatott, sikeres tárgyalásokat követően indulhatott el a jogász ösztöndíj program. A Magyar Nemzeti Tanács negyedik éve hirdette meg a Vajdasági Jogász Ösztöndíj programot. Olyan személyek pályázhattak, akik nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, és első ízben felvételiztek a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált jogászképzés első évfolyamára. Összesen 20 pályázati dokumentáció érkezett az MNT hivatalába, amelyek közül a pályázati bizottság mindegyiket pozitívan bírálta el. A Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság által támogatott juttatás havi összege nettó 100 ezer forint dinár ellenértéke, amelyet tanévenként két részletben folyósítanak a nyertes pályázóknak. Ez az év 10 hónapját tekintve a 4 éves tanulmány idejére összesen 4 millió forintot jelent hallgatónként.